Franciaország jelenlegi legkeresettebb embere Hayat Bumedin. A nő a párizsi kóserboltban túszokat ejtő, pénteken lelőtt iszlamista Amedi Kulibali élettársa felesége. A 26 éves hideg és lőfegyverek használatában képzett nő egyelőre egérutat nyert. A francia hatóságok által különösen veszélyesnek ítélt szélsőséges Madrid és Isztambul érintésével Szíriába menekült a támadás előtt. Az elmúlt években a hatóságok figyelemmel kísérték a csoport tevékenységét. Öt évvel ezelőtti képeken a nő és férje hagyományos viseletben nyílpuskával és pisztollyal pózoltak. Bumedin egy év alatt 500 beszélt telefonon egy bizonyos Izana Hamiddal, aki nem más, mint a Charlie Hebdo szerkesztőségében vérfürdőt rendezett, Sheriff Kuasi felesége. 2014 közepétől a megfigyelt csoport aktivitása nem utalt szélsőséges tevékenységre, ezért függesztették fel a megfigyelést. A nő a csoport egyetlen ismert tagja, aki még életben van. A francia hatóságok szerint a csoport mintegy tíz emberből állt. Összesen hat személy után kutatnak a rendőrök nagy erőkkel, köztük az a férfi után is, aki a terroristák által használt autót vezette a merénylet előtti napokban. Egyelőre nem tiszta hogy maga is szélsőséges nézeteket vall le, vagy csak segítette a csoportot. Tízezer katonát mozgósítanak Franciaországban a legsebezhetőbb pontok biztosítására. 717 zsidó oktatási intézmény védelmével 4100 katonát és 700 rendőr bíztak meg. Első alkalommal hajtanak végre ilyen nagyszabású katonai műveletet az ország területén belül. Manuel Valls francia miniszterelnök szerint a veszély továbbra is fennáll, mivel a tűzharcban lelőtt terroristáknak minden bizonyal segítőik is voltak, akik most is szabadlábon vannak. A biztonsági egységek teljes mobilizációja kedden fejeződött be, csak nem annyi fegyveres áll készenlétben Franciaország területén, mint amennyien tengeren túli küldetésen vannak.